Jó estét kívánok! Ismét jelentkezik a Csörte, a Hír Televízió vita műsora. Vendégeim ezúttal Kondor Katalin, köszönöm. Kukorelli Endre, Pindrok Tamás és Szakonyi Péter. Jó estét kívánok mindenkinek! Egész hétre való témát tudnánk átbeszélni, de az egyik lényeges pont, hiszen mégiscsak olimpia van, nem tartott egy percig egy mérkőzés, egy ökölvívó mérkőzés, ahol az egyik versenyző azt mondta egy viszonylag rövid idő után, hogy köszönöm szépen, én ezt most abba hagynám, nem szeretnék bántódni még jobban, hogyha lesérülnék, mert hogy egy interszexuális versenyzővel kellett neki megmérkőznie, egy algír versenyzővel, most ti is látjátok, illetve a nézők is látják, elég maszkulin a hölgy, ugyanis a nők között indult, és óriási felháborodás van, a magyar versenyző vele fog mérkőzni. Ugye mi pénteken rögzítjük ezt az adást, szombaton lesz a mérkőzés, az eredményt nem tudjuk, illetve azt se tudjuk, hogy megtörténik majd ez a csata. Ugyanakkor már most hallani a hangokat a felháborodás mentén, hogy nem lenne szabad kiállni a versenyzőnek. A NOB megvédte az algír interszexuális versenyzőt, ugyanakkor sokan azt mondják, hogy bojkottálni kellene ezt a versenyszámot. Mi lesz így a női sportággal, hogyha egy ilyen esetben már túllendül a Nemzetközi Olimpiai Bizottság is, és sokan pont a női versenyzőket, illetve a női sportágakat fér? Nem, hogy nem kéne kiállniuk, vagy kiállnia ennek a magyar kislánynak, hanem szerintem az egész társaságnak oda kéne menni demonstratíve és csinálni valami botrányt, mert ez tényleg elképesztő. Tehát most nem leszek valami nagyon politikailag korrekt, de szóval hagyjuk azt, hogy kromoszóma meg tesztoszteron, ezek biztos léteznek, és nyilván így vagyunk belőve, de hát csak rá kell nézni erre az emberre, és látszik rajta, hogy mi a helyzet. Tehát az olasz kislány nagyon előttem van, hogy legugol, és elkezd sírni, mert kapott két ütést. Szóval egyszerűen ez teljesen botrány, és csak a vak is látja, hogy mi van. Tehát itt valami olyan rosszul értelmezett ilyen piszi ügy van emögött, amitől egyszer rosszul vagyok. Tehát egyszer fáj ez a dolog. Tehát egy jó nagy botrány kéne csinálni. De nem arra gondolsz, hogy megverik együttesen az algír versenyző. Nem kell senkit megverni. Hát talán 10 legyőzdék, igen. Nemzetközi botrányt csinálni, ennél teljesen egyetértek, meg gondolom, hogy mindenki. Az a baj itt, hogy a számos jelenség egyike ez is a tekintetben mindenképpen, ami a mai korunkra jellemző, hogy minden áron provokálni. Tehát minden lehetetlen dolgot kiprovokálni, felháborítani az embereket, direkt olyan témákat hozni be, mint ez esetben ez a kis enyhe verseny, hogy a másik az 342,5-szer erősebb, mint én, de azért kiállok, mert neki is van joga nőnek lenni, szóval ezek szerintem mind provokációk. Hát ez a wokizmus azért. Reggeltől estig. Beszéljünk őszintén, és ez az olimpia úgy látszik, hogy a wokizmus jegyében telik a megnyitó ünnepségtől, gondolom ezzel is köszönhetően fogunk foglalkozni. Igen, a francia. Igen, tehát botrány. Mm. Botrány, és itt ez nem csak a sportról szól természetesen, konkrétan most egy sportágról, de azért másról is. A világ megőrült. És láthatóan vannak, akik ellenállnak ennek. Reméljük, hogy a boxolók is, a női ökölvívók is ellen fognak ennek állni, de más sportágokról is szóval. Betette a lábát a sportba a wokizmus, ez a soft power, ugyebár, tehát olyan területeken kell benyomulni, ami... Képzeld el, mikor már nem soft. Hát igen, most már a következő lépés lehet, hogy már nem a puha power lesz. Popkultúra, filmek, sport, oktatás, tudomány, mindent elfoglalnak, és most látjuk a végét. Vagy nem tudom, hogy a vége, lehet, hogy a kezdete, még ezt nem tudjuk, de azt látjuk, hogy ennek megállt kell parancsolni, és szerintem ebből a szempontból ez az olimpia, ez jó is, hogy így történik, mert látjuk, hogy kik az ellenfelek, ők. De csak azt nem látjuk, közel még. Sincs, közel sem most kezdődött ez, Tamás, te még egy picit fiatalabb vagy nálam, de mi ember, az idősebbek emlékeznek arra, amikor az NDK úszónők bajuszukat borotválták, meg a, most is egyébként számos botrány van az olimpián, nem csak ez, hanem mondjuk az, hogy a kínai úszó hogy tudott egymás után, három verseny után elképesztő eredménnyel
nyerni, vagy hogy eltűnt a francia csúcstartó, aki éppen a Milán Kristófot verte meg, és a nemzetközi doping ellenőrző hivatal emberei nem találták. Na most azért írtó kíváncsi lennék, hogyha mondjuk egy magyar versenyző tűnt volna el most, vagy egy, mit tudom én, szlovák, vagy szlovén. Hogy megtalálták volna. Akkor mi lett volna? De ugye Párizsban van az olimpia, hát nem volt ott, egy másik lakásban volt, és mire odaértünk, akkor már nem volt ott. Tehát van itt bőven anomália, egyébként majdnem minden olimpián, jegyzem meg mellékesen, a doppinggal, a kokszolással, a súlyemelőktől az úszókig mindig volt probléma. Ez azért más. Igen, ez egy másik történet, de szerves folytatása az NDK bajszos úszónőknek. Hát mondhatjuk, hogy teljesen igaza van Péternek, mondhatjuk azt, hogy felfejlődött a dolog. Elindult egy bizonyos, tényleg a német úszónők megizmosodásával, és onnantól kezdve egy evel foglalkozó ember, biztos vagyok benne, hogy szinte fél évenkéntre le tudná írni a lépcsőfokokat, ahogy haladtunk előre. Jó, ebbe az őrületbe. Azért ne temessük el a világot, egyrészt ugye ez, hogy szerencsétlen NDK-s nők, azok tényleg nők voltak, csak agyon kokszolták hát őket, és tönkretették az életüket. Igen. Ez nem olyan vicces. De azért mondta, hogy ez volt a kezdet, mert a kezdet még egy injekció. Ez volt a kezdet. Igen. De nem biztos, hogy azért nem vagyok benne, biztos, hogy ők nők voltak, akik kokszoltak, lehet, hogy pasik mindegy voltak, akiket, de ezt már kiderült. Már derüljön. Utána voltak történetek róla, hogy férfiként ért az kicsit, egyik. És... kicsit, én ellépnék, vagy hátrébb lépnék egy kicsit, azt mondom, hogy ez egy olyan inga mozgás, ami most tényleg ad abszurdum lenki, de az inga az mindig vissza. Hát tehát én egyáltalán nem gondolom, hogy vége a világnak, tehát nincs vége semminek, hanem ez egy ilyen dolog, ami így működik, csak minden létezés. Csak az a baj, Bandi, hogyha tehát a világ úgy működik, hogyha beteszi a lábát egy ajtórésbe valaki, például ez a wokizmus most, tehát hogy egyszerűsítsük le, akkor a következő olimpián, vagy egy ilyen megnyitó ünnepség, a következő olimpián már sokan csak azt mondják, hogy legyen internet. Igen, hát ezért... ilyen már volt, ez már okay, semmi. Világos, tehát az egyenlőség diktatúra, ezt okoz. Igen, ha hagyjuk ezt, azért mondtam rögtön az elején, hogy egy baromi nagy pankrációt kéne csinálni. Igen, még jön a záró ünnepség. Az jön, de teljesen egyetértek, még egyszer mondom Péterre, lázadni kell. Egyszerűen nincs más hátra, mint előre, mert hogyha állandóan azt halljuk csak, hogy most két percet beszélünk arról, hogy ez a szerencsétlen ugye agyon akarta verni a kis vézna a boxolónőt, és akkor ott letesszük a pontot, hogy azért mégis megakadályoztuk, akkor ez megint egy nem normális dologba csap át, vagy a jogszabályokon kellene változtatni, vagy egy igazi komoly lázadást, mert ez így nem is olimpia. És most mi az olimpiáról beszélünk itt pár percben, de az élet minden szegmensére ez rá, hát az oktatástól kezdve a mindenre rányomja a bélyegét. Ennek fényében érdemes azzal foglalkoznunk, amit most a MOB is említett, vagy a MOB elnök, hogy mi százszor jobban meg tudnánk egy olimpiát rendezni, és most nem csak a költségekről van szó, hanem a szervezettségtől, hogyha a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, már pedig az ilyen eseteknél is olyan döntéseket, állásfoglalásokat hoz, ami nem csak a magyarok véleményével, hanem a társadalom, a világ embereinek a nagy részének ellentmond. Mert ez mindenhol kiverte a biztosítékot, ez a mostani ügy, és ugye Péter mondott több olyan esetet, ami problémás. Szervezzünk? Ilyenkor a rendező országnak azért szerintem, egy kormánynak, aki rendezi ezt az olimpiát, azért csak van szava. Ugye város... Hát egy város rendben van, de hát maga a francia állam rendezi. Tavás, ne keverd az olimpiát szervező, a Nemzetközi Olimpiai Bizottságot, a szakszövetségeket. Szerintem ez egy olyan vörös vonal, amiben meg tud szólalni egy kormány, hogyha akar. Miért nem szólalhatna meg a sportért felelős miniszter, államtitkár, vagy a szervezőbizottság elnöke, hogy oké, hogy a NOB ezt ilyen döntést hozott, de ez nem jó. Nem hallunk. Hát azt elmondhatná, persze. Semmit nem így van. Szerintem de, ez nem lenne, de mozgásteren nincs. Nem lenne jó, hogyha ebben a politika
Hát ez politika. Direkt, Bandi, ez politika. Hát a lét. Minden politika, ebben le tudunk egyezni, tehát a közügyek pertraktálása, a rendezése, beszélgetése róla, az mind politika, ez világos, de én azt mondom, hogy a kormányzat, vagy a pártpolitika az nem jó, hogy beleszól. Még egyszer mondom harmadszor, hogy maguknak a sportolóknak kellene ezzel valami módon tiltakozni, és akkor ezzel elrendelni. Kezdődhetne azzal, aztán gondolom, hogy a civilek is mögéjük állnának, hiszen bizonyos kor után már nem mindenki civil a sportoló, nem utogassak senkire, de minden esetre azért, aki valaha beleszeretett a sportba, az most teljesen joggal háborodik fel, hogy az elmúlt 10-20-30-40 évet visszanézve, hogy milyen változások történnek, és tulajdonképpen azért lássuk be, hogy ilyen bornírt, nevetséges dolgokon vitatkozunk, a teremtést akarjuk megváltoztatni, ami egyébként nem fog menni. Nem fog menni, bár nagyon sokan azt hiszik, hogy ment már, hiszen elég furcsa vadhajtásait hallottuk és észleltük ennek a Vogue-nak nevezett micsodának, de szerintem nem fog menni, ugyanakkor minden ilyen esetben szerintem tisztességesen állást kell foglalni. Akkor való nekünk az olimpia megrendezés? Való. A megrendezése miért ne? Igen. Lehet. Hát már Karácsony Gergelytől is hallottuk, hogy most már sportlétés mennyeink vannak. Igaz, hogy neki ahhoz semmi köze nincs, de azok de vannak, van. Azért ezt de nem lehet megtartani. Azért, amit mondott... Sőt, ő meg akarta akadályozni, de mindegy, szóval ez csak egy zárt. Amit mondott abban, ha tényeket nézzük, igaza van. Ami a sportlétesítményeket illeti, szépen fű alatt gyakorlatilag elkészült egy olimpiának, mondjuk 80%-ban megvan a helyszíne. Szerintem nem is fű alatt. Hát fű alatt volt, mert ugye mi szükség lenne most őszintén, szerinted Budapesten 6 vagy 7 nemzetközi szintű focipályára. Rómában egy van, Münchenben egy van, a két nagy csapat használja. Mi a bánatnak kell Kispesttől Újpestig új stadionokat építeni, amikor megoszthatnánk, fölösleges, de ez mondjuk egyik kérdés. A főpolgármester azt mondta, és ebben teljes egészében igaza volt, hogy az infrastruktúra nincs kiépítve. Hát, és ez a nagyobb költség, tehát az, hogy tisztességes utak legyenek, gyalogjárdák legyenek. Nem tiltotta meg neki senki, hogy építsen. Nem, csak éppen pénze nincs rá. Nem kell azért cínikusra venni. Azért van ott egy ipari üzési adóbevétel is, amit lehet. Valamennyien tudjuk, hogy akkor elvonás. Amit a kormány elve, ipari üzési adót. Úgyhogy sokszorosan. Hülyeségeken nem érdemes vitatkozni, ami tény, az tény. Tehát én azt mondom, és speciál, egy külön véleményt jelentenék be, és lehet, hogy kapok majd kommentárokat. Én nem vagyok a profi sport híve. Tehát vannak olyan profi sportágak, amelyek meg tudnak élni a piacon. Tehát a futball az ilyen, a golf, a tenisz, a Forma 1, és a profi box, stb. A többi pedig egyszerűen, a többit pedig az adófizetők tartják el. És ezzel én nem értek egyet. Az a kijelentés meg, hogy százszor jobban meg tudnánk rendezni az olimpiát, tehát csak erre az olimpiára vonatkozik. Gáz ilyet mondani, hát egyáltalán nem tudnánk százszor. Meg tudnánk rendezni, miért ne? Csak szerintem... Voltak szép nemzetközi versenyei. Hát a legutóbbi atlétika például. Az atlétikai VB. Jó, csak ez egy másik kategória. Ezért mondom, hogy azért már elkezdődött az, hogy megmutassuk. Hát persze, miért ne tudnánk? Sőt, BL döntőt is fogunk rendezni, nem sok. Ne rendezzük, én azt mondom. Te azt mondod, ne rendezzük. Én azt mondom. Hát és akkor a kajakosok meg a vívók mit szóljanak ilyen vélemény után, hogy akkor nem, nincs rájuk. Én vívóként kezdtem, és szeretek kajakozni. Úgy, hogy beteszem a pénzt, érted? Beteszem a pénzt. Hát nem hiszem, hogy minden család, aki elviszi a gyerekeit vívni, vagy de futni mindenki. Mindjárt jattolni szeretne, hogy... Minden falu szélén van egy focipálya, ami ilyen göröngyös, de az nem jó, mert ott tudsz technikás lenni, stb. Tehát mindenki tud sportolni. Én azt a pénzt, amit a profi kapnának, azt nettó az amatőr sportba tenném bele, illetve tömegsport, vagy nem tudom, micsoda, a szabadidős sportban, ez a helyes kifejezés, és valóban csinálnék utánpótlás képzést. De hogy a profikat tömni pénzzel, ezzel nem értek egyet. Természetesen ez az én magánvéleményem.
Ők is kapnak finanszírozást, tehát a tömegsport is kap, és az ifjúsági, az utánpótlás sport is kap támogatást, tehát hogy ez nem kap, van. Csak. Nem úgy van, hogy na most csak az arányok, nem az tudom, melyik foci csapat kapja a támogatást, a különféle adó támogatásokat, de a sportot valóban globálisan kellene nézni, és arra, hogy Magyarország képes-e olimpiát rendezni, szerintem olyat, amit Párizs rendezett most, vagy rendez most. Hát olyat nem nehéz. Olyat de... nem nehéz, halljuk a híreket. Baromi most, nehéz. Most a wokizmus, te ezt most vegyük ki ebből a dologból, az ellátással kapcsolatban, hogy milyen az olimpiai falu, hát maguk az olimpikonok mesélnek mondják róla. Tehát, és nem a magyarok csak. Igen, és nem magyarok, nem csak ők panaszkodnak, tehát ilyet szerintem is sokkal jobban meg tudnánk rendezni, de ehhez valóban egy összefogás kellene, egy nemzeti minimum, és nem az ellen ágálni, hogy például Momentum azzal futott be a magyar közéletbe, hogy megakadályozott egy olimpiára. És jól tették. Hát nem hiszem, hogy jól tették. Szerintem most a dicsőség a miénk lenne a Párizsnak, most nem tudom, hogy mi lenne velük, mert ez a 24-es olimpia rendezéséről. Szerintem rossz elgondolni, hogy ebbe a gazdasági helyzetben egy magyar olimpiai rendezés mit okozna az országban? Szerintem a Párizsi olimpia csak bevételt fog hozni Franciaország. Hát eddig még minden olimpia. Eddig még minden olimpia ráfizetés. Nem. Az aténi egyedül, szerintem. Ez egy vita téma. Hát nagy vita. Párizs ugye egy hangsúlyozottan visszafogott költségvetésű olimpiát rendezett. Szerintem nagyon jól tették, mert olyan helyszíneken rendeznek versenyeket, ami nekünk tévénézőknek is borzasztó klassz, hogy például a Eiffel-torony. Nagyon jó. Tehát, nagyon jó a Szajna. Nagyon jó. Főleg a triatlonosok fognak volna. Hát mondjuk a Szajnával mondjuk szerintem egy rosszat léptek, mert nem biztos, hogy a... Nem csak azzal. Pillanatnyilag rossz ötlet. Igen. De most attól mi, hogy mi lefikázzuk a Párizsi olimpiát, attól indulsz ki, hogy mi nem jobb. Tudnánk olyat csinálni. A van nem lesz, a miénk jobb, Érzsany Tamás. Lehet, olyan olimpia nem volt még, a legalábbis én olyanra nem emlékszem, ahol problémák nem voltak. És a rossz példa az általad említett mondjuk Atén, ahol megépítettek egy csomó mindent, igen, és rá 5 évre már gaz verte fel a stadionokat, nem tudták nem hasznosítani. Kell. Természetesen tehát, nem így ha rossz példa az Atén. Van jó példa, például Los Angeles, London is jó volt. Tehát, hát mi abból tanulnánk, tehát úgy kell csinálni. Csak a jót szabad nem kell másolni. Ahhoz, jó. Elmennénk egy rövid reklámra, és utána folytatjuk a csörtét, maradjanak velünk. Jó estét kívánok, folytatódik a csörte. Beszéljünk egy kicsit a Lukoil botrányról. Ugye az ukránok korlátozták a Lukoil részéről az olajszállításokat. Szlovákia, Magyarország ugye lépéseket sürget az Európai Uniótól. Most az uniós szóvivő például úgy nyilatkozott, hogy ebben az ügyben nem tűnik indokoltnak a sürgős konzultáció. Az ukránok pedig azt mondják, hogy ha Szlovákia és Magyarország lépéseket tesz, mondjuk gázexport ügyében, akkor az őket annyira, vagy áram, nem fogja megrázni. Na puff! Hova vezet ez? Hát ez látható, hogy a magyar kormány elleni lépésekről van szó, destabilizálni az országot, ugye, hogyha ez fennmarad ez a helyzet, akkor kétségbe kerül az, hogy a benzinellátást lehet-e biztosítani. És hogyha a benzinellátást nem lehet majd évvégén vagy évelején biztosítani, akkor az ipar, a mezőgazdaság, a szállítmányozás, az mind bedől. A szolgáltatások mind bedőlnének. Persze vannak különféle megoldási lehetőségek, és a kormány foglalkozik is ezzel, de az, hogy az Európai Unióból ilyen hangok hallatszanak, az egyértelműen azt jelzi, hogy itt nem csak Ukrajnáról van szó, tehát itt nem egy ukrán döntésről nagyon nem lehet szó. De bele akarnak kényszeríteni a háborút. De Tamás, végre. Az a baj, az a botrány, hogy nincs botrány. Ugyanis éppen az Európai Unió, az Európa Unió megkérdezte, felderítette a dolog hátterét, és kiderült az, éppen a MOL
jelentése alapján, hogy a Lukoil nem szállít közvetlenül olajat se Szlovákiába, se Magyarországra. Ezeket az olajkontingenseket átveszik kereskedő cégek, és mivel a kereskedő cégek nincsenek bojkottnak kitéve, ezért az olaj akadálytalanul jön Magyarországra, és jön is. Tehát nincs ellátás... Pillanat, akkor nem fejeztem be. És tehát nincs ellátási probléma. De ha esetleg mégis lenne, a horvát miniszterelnök éppen ma, vagyis pénteken jelentette be, hogy az Adria kőolajvezetéken évi 14 millió tonna kőolaj jöhet Magyarországra, illetve Szlovákiára. Egy baj van, ebben más baj van, az, hogy a magyar kormány nincs, finoman szóval nincs jóba a horvátokkal, és egy csomó probléma nehezíti a két ország közti kapcsolatot. Hát például az, hogy barátságtalan módon ötszörösére emelték a tranzitdíjakat a horvátok, az azért nem egy, hogy is mondjam, egy barátságos lépés a magyar kormány felé, úgyhogy szerintem érthető a magyar kormány álláspontja, hogy az adriai erről a tranzit vezetékről elmondta Szijjártó Péter a véleményét, meg a horvát hozzáállásról is, hát ez nem túl barátságos semmiképpen, és ez már nem most történt. Egyébként a barátság kőolajvezetékkel kapcsolatban csak emlékeztetnék, hogy májusban kijöttek olyan amerikai titkosszolgálati anyagok, ami szerint Zelenszky felrobbantotta volna a barátság kőolajvezetéket, sőt olyan is kijött, ugye ott a gabonaválság idején, emlékezzünk vissza, hogy az ukrán valamelyik nagy olajcég vezetője azt mondta, hogy Ursula von der Leyen azt üzente Ukrajnának, hogy nyugodtan zárják el akkor a barátság kőolajvezetéket, hogyha a magyarok, meg a többi kelet-európai ország nem akar belemenni a válságkezelésbe, ami nem volt ugye Európai Uniós gabona válságkezelés, hanem a magyarok, meg a többi lengyel-román kormány azt mondta, hogy nem kérünk az ukrán gabonából többet, sőt, még a lengyel kormány is ezt mondta. Tehát van egy íve ennek a dolognak, nem a semmiből jött, előkészítve van ez a dolog, és láthatóan ez egyértelműen arra utal, hogy a Magyarország destabilizációja folyik, abszolút. És a magyar kormányt akarják megdönteni, hogyha politikailag nem megy, hívülről gazdaságilag nagyon... kell. Tamás, azért próbálkozni. ez kriminológia, amiről te beszélsz, ez abszolút az. Ez a valóság. Ez valóság. Valós. Ugyan már, amikor ilyen különböző pletykákat beépítünk milyen a tények közé... Az amerikai titkosszolgálati anyagok? Tisztelette végig hallgattalak, tehát meg légy kedves, hogy te is megteszed. Amikor ezeket beépítünk és bevonjuk a tények közé, és úgy tekintjük, mint a valóság egy részét, akkor persze, hogy ki lehet vezetni ezt oda, hogy mindenki Magyarország ellen van, mindenki a mi létünket fenyeget. Péter, ez nem igaz. Akkor a valóság az, hogy a horvátok segíteni akarnak mindenképpen rajtunk, ilyen angol kisasszonyok mintájára, mindjárt rögtön az Európai Bizottság elnökének a válság közepén rögtön felajánlották. De miféle, hát itt miféle vagyunk angol? Mi. Itt vagyunk mi a barátság helyett. Hát, Tamás, mi az, hogy ötszörös áron adjuk, de hát... Ne haragudjál, de mi az, hogy angol kisasszony, meg ilyesmi? Ez módjára. Politika, ez a nemzetközi politika. Adok, kapok van. Te mondtad nagyon helyesen, hogy a dolgoknak van egy íve. Igen. Nincs az, hogy van egy ártatlan helyzet, szegény ártatlan magyar kormány, és akkor minket ütvág mindenki, ahogy a Karinténak van ez a híres Füstmilán parodiája, hogy uram, engemet bántanak és rúgnak belém hátulról, stb. Nem így van. Úgy van, hogy mindegyik kormányzat ütvág, és megpróbálja a saját érdekeit képviselni. Ez teljesen normális. Nem arról van szó, hogy a világ összefog a magyarok ellen, és mit, meg akarja buktatni, nem tudom micsoda. Hát miért, mi a cél? Miért mi a cél akkor? Tehát nem így működik. Mindenki a normális ember, hogy működik a politika. Úgy működik, hogy mindenki a saját érdekeit és értékeit próbálja artikulálni és képviselni. És ezért megy ez adok-kapok. Ez én azt gondolom, tehát hogy itt angol kisasszonyokról nincsen szó. Saját értékünk, meg a más értéke is nagyon fontos. A legfontosabb az, hogy tisztességesen viselkedjen az ember. Ez nem volt tisztességes, mint ahogy Zelenszkijnek rengeteg lépése nem volt, és nem lesz tisztességes. De én nem ezt akartam valójában mondani, hanem azt, amit egyszerűen mondtam itt az elején, hogy bizony azt kell látnunk, hogy a mai világban minden akció, minden beszélgetés, minden tény az egyfajta provokáció. Ami pedig ellenünk
szóló fenekedéseknek a lényege az, hogy mert nem szálltunk bele a háborúba, ezért bennünket állandóan ütni, vágni és megbüntetni kell. Ennél világosabb képletet szerintem senki nem tud nyújtani. Szerintetek bocsánat, egy mondat még. Kapcsolódik ez a kérdésem. Ebben a helyzetben ti arról beszéltetek, hogy mindegyik ország úgy csinál, hogy akar, megy az adok, kapok. Az Európai Bizottságnak jelen helyzetben megfelelő a magatartása? Mert hogyha mondjuk a magyarok azt mondják, hogy nem adunk áramot az ukránoknak, vagy gázt, vagy bármit, akkor nem 3 másodperc alatt fellépnének, és elkezdenék mondani, hogy Magyarország ennyi-bennye, hát ilyen és olyan eljárás, és felszólítjuk őket? Majdnem így van, ugyanis ebben a fejleményekkel egy időben, vagy közel, ezután a Slovnaft, ugye, ami a MOL tulajdonában volt, bejelentette, hogy nem szállít dízelolajat Ukrajnába. Hát rögtön a Bandira hivatkoznék vissza, hiszen nála avatottabb külpolitikai szakértőt keresve se találunk. Hát persze, hát mindenki, megpróbálja mindenki a saját érdekét érvényesíteni. Akkor a magyar érdeket. És még egy mondat, tehát ugye az se a horvát kormánynak az intézkedése, hogy felemeli, ez egyébként egy nem kormány, nem állami tulajdonú, hanem ez egy távvezeték cég, horvát, hanem ugye ott egy régóta húzódó problémák vannak a horvát és a magyar kormány között. Ennek egy része éppen a horvát kőolajipari cégnek a privatizációjából, a meglehetősen gyanús MOL tulajdonrészszerzésből, abból, hogy a korábbi miniszterelnök kit, hogyan vesztegetett meg, volt ebben része a magyar cégnek, a magyar kormánynak, ezt rendbe kéne tenni. Ha rendbe tennék, ez egy borzasztó rossz és káros dolog, hogy két szomszédos ország ilyen viszonyban van. De most nem a Horvátország felé akartam elvinni ezt a dolgot, azért arra emlékeztetnék, hogy Ukrajna társulási szerződést kötött az Európai Unióval. És az európai, és ebben pont szerint benne van az, hogy biztosítaniuk kell ezt a tranzitútvonalat, az olaj tranzitútvonalát. Akkor most az Európai Bizottságnak mit kellene tenni? Nem azt, hogy hátradőlünk, hogy hát igazából itt nincs semmi probléma, hanem eljárást indítani. Betartjuk-e a megállapodást? Tamás, értsd már meg, hogy a szankció a Lukoil ellen szól, az olajat pedig különböző kereskedő cégek hozzák. Semmi köze... De nincs. Ukrajna... Az Európai Unió hozott szankciókat Oroszországra. Nem Ukrajna, tehát Ukrajna a saját kormánya hatáskörében hozott egy döntést. Van egy társulási szerződés. Én, mint külpolitikai szakértő, annyit mondanék, természetesen nem értek hozzá, úgy, mint esetleg te, hogy itt nem arról van szó, hogy mint amikor a tanítónéni benyit egy osztályba, és látja, hogy Pisti üti éppen Józsit, és akkor a Pisti a hibás, nem. Arról van szó, hogy megy egy verekedés, ab ovo, a tojástól, a teremtés kezdetétől, hogy úgy mondja, az emberek, az ember csoportok között megy a harc. Tehát arról van szó, hogy ez nagyon undorító, gusztustalan, aki megijed a politikától, elfordul tőle, az egyrészt nagyon rosszul teszi, tehát igenis nem szabad azt mondani, hogy engem nem érdekel a politika, oda kell menni, és meg kell próbálni az érdekeidet érvényesíteni. Hát szerintem ez. De ugyanakkor még teljesen megértem azt a Józsit és Jenőt, aki azt mondja, hogy kösz szépen, ez annyira gusztustalan, hogy én innen elmegyek. Tehát ez egész nagyon gusztustalan, undorító. A háborúnál undorítóbb nincsen. Hát ezért kéne, hogy vége legyen. Sajnos ez folyik, és nekünk nem hergelni kellene az embereket, és mutogatni arra, hogy mi ártatlanok vagyunk, a magyar kormány tökéletes mindenben, csak mindenki minket bánt, hanem rá kéne mutatni arra, ami valójában folyik, tehát, hogy itt az van, hogy egyik sem ártatlan, egyik sem maszületett bárány, és senki sem angol kisebb. Nem mondom, ezt a politika persze, természetesen erről szól, csak a magyar kormány kezdeményezett egy békemissziót. Nem az Európai Unió kormányai, meg az Európai Bizottság, és hanem a magyar... Kapja a... És éppen ezért kapjuk az ütéseket, hát pont arról beszélsz is, hogy béke legyen már Ukrajna és Oroszország között. Hát a magyar kormány ezen dolgozik, ezért kapja az Európai Bizottságtól az ütéseket. Hát azért akkor nézzük már meg, hogy hol is állunk, meg kik az ellenfeleink.
Nem hát, hogyha ilyen szövetségeseink vannak, akkor mi nekünk ellenség, nem? Hát... Tamás, tehát ez megint baromira leegyszerűsített. Tehát itt nem arról van szó, hogy azért, mert valaki békét akar, azért pofán vágja. Hát nagyon úgy tűnik az események sorrendjéből. Ugye arról van szó, hogy most nem menjünk ebbe bele, ez nem téma, de Orbán elkezdett járni ezekben a hatalmi központokban, úgyhogy nem egyeztetett. Tehát mi? Ugyan már. Hogy nem egyeztet? A NATO főtitkára is elmondta, hogy egyeztet. Egyeztet? Igen. Hát sőt, előtte akkor a francia elnökkel is egyeztet. Hát mindenki hazudik, csak ez komolyan. A kormányfő mozik az. Katalin, ez komolyan mondja. Így van. Jó, erről egyébként már hetekkel ezelőtt beszéltünk itt a csörtében, de hogyha erre kanyarodott a beszélgetés. Orbán Viktor Magyarország miniszterelnökeként találkozott több vezető politikussal. Nem tudjuk nem mellé tenni, hogy ugyanakkor kezdődött a Soros elnökség, és az elnökség fejeként is találkozott, több pozícióban szerepelt. De azt is elmondta, hogy felvilágosítást kér, információt kér, hogy a másik fél hogyan gondolkodik az adott eseméről, a háborúról, mit szeretne, hogy szeretne, nem élt javaslatokkal. Akkor a probléma az, hogy azóta az egész Európai Parlamentben, az egész világon ez a téma, hogy Orbán Viktor miért mert találkozni Putyinnal, mert Zelenszkivel annyira nem volt probléma, hogy találkozott. Meloni és elment. Nekem ez a probléma. Nekem se probléma, de ezt hallottuk azzal, hogy mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy béke legyen. Tehát az, hogy Orbán ilyen előfeszítéseket tesz, és ilyen huszárosan csinálja, ezt elismerem, ez egy komoly huszáros tett volt. De azt viszont nektek kéne belátni, hogy nem úgy megy az, hogyha én vagyok épp a Soros elnök, akkor nem tudok úgy tárgyalni, mint magyar miniszterelnök. Nem tudok úgy tárgyalni. Óhatatlan egy olyan akusztikája lesz a dolognak, hogy úgy tárgyalok, mint a Soros elnök, és kész. Ennyit azért át lehet látni, és be lehet látni. Hát nem választható el, de nagyon fontos, amit mondtál, mert hogy Meloni elment már Kínába, igen, most jött vissza. Az ukrán külügyminiszter elment Kínába Orbán Viktor után. Egyébként Zelenszkij Orbán Viktor után beszélt Trump leendő elnökkel, amerikai elnökkel, tehát Zelenszkij nyilatkozatai most már azért nyitottak egyfajta béketárgyalásra, tehát már az oroszokkal is leülne, felvetette azt, hogy diplomáciailag kell, lehetne rendezni a dolgokat, és ez mindez az Orbán békemissziója után. Tehát azért vannak eredményei, azért ezt ne hallgassuk el, mert hogy ez egy folyamat, és meglátjuk, hogy mi lesz a vége. Is eredmény volt, hogy el kell kezdeni valamit. És eredmény ez is, nem, azt mondták, hogy nem kapjuk meg a fennmaradó uniós összegeket. Igen, az nagyon nagy eredmény volt a legtöbbet. Egy apró mondatot, amivel biztos, hogy nem ért egyet mindenki. Ma egy finn tárcavezető ott a Európai Unióban azt találta, mint mondani, ránk célozva egyértelműen ki is mondta, hogy az értékek különbözősége miatt a magyaroknak el kellene gondolkodniuk azon, hogy helyük van-e az Európai Unióban. Na most, aki egy kicsit figyelte az elmúlt 30 esztendő eseményeit, akkor nem nagyon lepődik meg ezen a mondaton, mert végestelen végig ezt látjuk. Ebből, szóval aki nem lép egyszerre, nem kap rétest estére, és ki kell mindig szúrni azt, akit lehet ütni, verni. Ez annyira nevetséges most már, hogy szerintem rengeteg mindenki látja, és semmi értelme azon okoskodni, hogy most így vagy, úgy vagy, amúgy. Ha ott van egy velejé korrupt, egy minden tekintetben elfogadhatatlan ember, mondjuk egy Vera Jourova, és azt eltűrik, aki semmi mást eddig nem csinált, csak erkölcstelenségeket, akkor az a legtermészetesebb. Mire gondolsz, Kati? Én személyesen egyszer találkoztam Vera Jourovával, és volt alkalmam vele beszélni, és olvastam, hogy olyan dolgokat, amikkel most vádolod. Nem vádolom, az egész világot bejárta. Biztos tudod, de én... világot bejárta, hogy mit csinált, és egyszer vizsgálati fogságban is fogságban volt, könyörgöm. Én ilyeneket nem hallottam, de biztos így van. Arról, mi nem biztos így van. Hogyha már a tényekkel foglalkozunk, akkor ez tényleg így van. És hát azért mehetnénk tovább az erkölcsiségben, az
Alba Kaili és egyéb történetek. Hát meg maga az Ursula von der Leyen. Hát arról is, szétesőbe levő Pfizer von der Leyen. De ők, úgy, ahogy vagy. Ez megint ugyanaz, amit mondtam, az adókapok. Tehát ez itt ült, az ott ült, azért, mert egy finn politikus azt mondta, hogy a magyarok húzzanak a vérbe az Európai Unióból, hát én meg azt mondom, hogy ő húzzon a vérbe. Jó, hát és igazad van. Ezt mi nem mondtuk. Miért kell ebből ekkora ciklus csinálni? Hát bocsánat, azért remélem, nem csináltam cirkuszt azzal, hogy úgy értem, most... Hogy általában cirkuszon, nem maga csinált ezt így. Általában cirkuszon csinálva abból, hogy valaki beszól a magyaroknak. Hát ez van. Mi meg beszólunk a magyarok, meg beszólnak másoknak. Ez a helyzet. Azért azt is figyelembe kell venni, hogy itt, amikor a békéről beszélünk, akkor ki miért felelős? És én nekem azért jutott eszembe éppen tegnap, mert ugye tegnap jelent meg az a hír, hogy vélhetően vagy feltételezhetően oroszok próbálják megmérgezni a finn vízvételi helyeket. Tehát azért most már idáig ment a történet. Be kell bizonyítani, hogy tehát, próbálták-e. De próbálták a északi áramlatot is. Tehát az oroszok. Azért elég durva, kiderült, hogy mégsem. Ők építették. Kisványos Orbán hogy beszólt a lengyel testvéreinek, ahogy egyébként már nem őket nagyon nevelni. Kőkeményen beszólt nekik, nem? Tehát most miről van szó? És a lengyeleket nem megérteni, a lengyel történelmet, aki egy picit ismeri, nagyon jól tudja, hogy a németek is az oroszok között voltak beszorítva, és háromszor, háromszor. Jó, de most ez ellen a lengyel kormány ellen, ami valójában ugye egy sorosista kormány. Még szép, hogy orosz ellenesek, és szép, hogy nem tették nekik, hogy a magyar testvéreik viszont nem orosz ellenesek. Ennyi. Köszönjük, hogy ne legyenek azok. Köszönjük szépen. Önöknek pedig a figyelmet köszönjük. További szép estét kívánok mindenkinek, viszontlátásra.